Egy 2 évvel ezelőtti tanulmány szerint Marosvásárhelynek előnyösebb lenne, ha csak a tömegközlekedési vállalat biztosítaná a közszállítást, nem pedig együttműködve a magánkézben levő Szilletinával. Az önkormányzat most mégis meghosszabbította a szerződést. December 17-én jár le a fuvarozási engedélye a Marosvásárhelyi Tömegközlekedési Vállalat és a Szilletina társulásnak. Tatár Béla vállalat igazgatója kérvényezte a polgármesteri hivataltól a fuvarozási engedély kiadását. Ez viszont azt is eredményezi, hogy nem fog megszűnni a tulajdonosi érdekek miatt a közvélemény által sokat bírált társulás. Jelen körülmények között kivitelezhetetlen lenne a szétválás, mondja az igazgató. Hogyha a közszállás vállalat írjuk a licencet, akkor 50 busz marad vásárhelyt, ami működhet, ami nem elég, hogy ellássuk az egész várost. Mert tulajdonképpen a rákfenő az egész dolognak az, a 80 busz, amit beígértek 2013-ban és 2015-ben, a mai napig nem jött meg, csak 20 darab belőle. Úgyhogy a buszparkja a közszállítása pillanatnyilag nem tudja lefedni a várról 100%. De miért nincsenek autóbuszok, ha a pénzt már megszavazták rá? Kosmin Blága, a polgármesteri hivatal szóvivője szerint a hiba a gépezetben van. Tavaly 20 autóbuszt vásároltunk meg, a beszerzési procedúrák folytatódtak. Megváltozott közben a közbeszerzési törvény. Későn, április végén szavazták meg a helyi költségvetést, emiatt is zajlik lassan a folyamat. Ugyanakkor vannak bizonyos határidők, amiket be kell, hogy tartsunk. Mi tartjuk a kapcsolatot a bukaresti közbeszerzési vállalattal. Ők tudják, hogy hol tartunk, mi következik. Maga a procedúra olyan természetű, hogy óhatatlanul elhúzódik. Bakos Levente szerint az egyedüli megoldás arra, hogy legyen fuvarozási engedély, az az, ha meghosszabbítják a társulást. Ezért nyújtott be határozat tervezetet az RMDS. A határozat tervezet értelmében meghosszabbítjuk addig ezt a társulást, ameddig a megfelelő létszámú busz licitje befejeződik, és a szállítási vállalat alkalmas lesz ennek a feladatnak az ellátására, de legkésőbb jövő ilyenkorig, amennyiben ez nem lehetséges, akkor megint valamilyen tanácsi határozattal kell szabályozni a kérdést. Az RMDS határozat tervezetét a legutóbbi tanácsülésen sürgősségi napirendi pontként megszavazta Marosvásárhelyi tanács. Ennek eredményeként fél évig még érvényes lesz a társulási szerződés.